Elhunyt dr. Vágó József házi orvos, címzetes főorvos, kollégái, páciensei, mint közvetlen, nyílt természetes emberként jellemezték. Olyan különleges, felejthetetlen egyéniségként, aki önzetlen szeretettel fordult, mind a betegeihez, mind kollégáihoz. Dr. Vágó József a Kossuth Gimnáziumban érettségizett, majd a Szegedi Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát 1977-ben. Orvosi praxisát kúmadarason kezdte. 1982-ben Feleségével együtt Ceglédre költözött és azóta szolgált házi orvosként a nyolcas számú felnőtt háziorvosi körzetben. Több mint 40 évig állt a város lakossága és a hazai egészségügy rendelkezésére. Betegeinek ellátását, gondozását, szűrését komoly szakmai felkészültséggel, odaadóan, precízen, empatikusan végezte. 2018-ban Ceglédváros egészségügyéért szakmai elismerésben részesült. Súlyos betegsége alatt is gyógyított, de hirtelen halála megrázta a kollégáit, munkatársait, betegeit és ismerőseit. Dr. Vágó József idén töltötte volna 72. életévét.